Üdvözlök mindenkit, ez itt a Futballkárc és a mai videóban pedig megnézzük ezt a Bajnokok Ligájás matricás albumot. A legújabb 2023-24-es szezon kapcsán egy ilyen gyűjtsük videó keretén belül, ami ugye azt jelenti, hogy ebbe a videóban az összes matricát be fogjuk ragasztani, együtt kibeszéljük a dolgokat, hogy mégis milyen lett ez az album megéri gyűjteni, milyenek a csomagok, érdekes ez a rózsaszín keret, de végül is itt is van egy ilyen rózsaszín csík, még esztétikus módon, hiszen azért a Bajnokok színeit nem veszi el. Top ki, szokásosan ugye náluk van a Bajnokok Liga, licensz a meccsataksz ez meg is jelenik. Ez az album viszont csak a Bajnokok Ligára szól, nincs be konferencia, illetve Európa Liga viszont cserébe az összes bajnokok ligás csapat benne van. Nézzük meg, hátulján egyébként ilyen kis UEFA-s reklám van, semmi extra, úgyhogy ez igazából teljesen korrektül néz ki. Külön az albumot írja is piciben, 1440 forint, nem annyira olcsó, de jár hozzá egy kis kezdőmatrica, az elején is kettő darab, illetve a hátulján négy darab, tehát összesen hat darab matrica, nem egy teljes csomagnyi, de legalább valami jár hozzá, hogy legyen benne egy kis apróság, ami alapján meg tudod nézni, milyen dizájnra kell számítani. Ahogy az kinéz, az nekem tetszik, a háttérben a Bajnokok Ligájás stadion van, ugye? nem annyira látszik a játékosok mögött, de azért kivehető, illetve a név, a nemzetiség, teljesen jó középpályás, támadó, ilyen szimbólummal jelüli, ugye, Úgyhogy ez is igazából teljesen jó, meg van csinálva a csapat logóval, meg mindennel. Ami érdekesség számomra, hogy egyáltalán nincsen ö, shield matrica, úgyhogy az, az nagyon furcsa, már korábbi években óriási újítás volt ez az alakzatos matrica, most nincs ilyen, úgyhogy ez kimarad, viszont vannak ö, szokásosan mindenféle ilyen kis csillogós matricák az elején, illetve tartalomjegyzék, az összes csapat benne van, a Royal Antwerp, a Braga, a Young Boys, a Copenhagen tényleg, úgyhogy nézzük is át. Team of the Season 2022-23. Itt férfiak és nők is lesznek vegyesen, ugye szétbontva. Ez biztos, hogy itt rengeteg menő csillogós matrica lesz. Majd utána így néz ki egy csapatoldal. Itt van nagyon szép grafikával az adott játékos, itt Rafael Leo lesz, ugye egy impact játékos, majd utána pedig itt az összes többi játékos, nem csak a kezdők, hanem még csere is beférte, ahogy látom bőségesen, ez jóval több, mint egy kezdőjátékosnyi adag fektet van a logó matrica, ott a edző, tehát nem kell különbe rekordok, hogy eddig miket nyert meg, ugye a Milán ugye 7 BL trófeája van, illetve maga a San az sajnálom még mindig, hogy miért nem lehet egy jó stadion matricát csinálni. Korábbi években ez volt, most megint visszaléptünk ebbe, én nagyon szeretem a stadion matricákat, sőt én stadion is gyűjtenék, mindegy, az, az ott van képen, de legalább látszódik, Arzenálnak a stadion, is ott az Emirates, itt van Arteta, aki tényleg beérett, amit ő csinál az Arzenállal, nagyon rendben van. Ami érdekes, ugye az átigazolások azért azt mondhatjuk, hogy rendben vannak, hiszen itt van Declan Rice, Kai Havertz, tehát ezeket tényleg megvárták, és jó is, Viszont az aktualitások még mindig azért nem mennek, mert Remsdél van itt az Arzenál, miközben azért nem feltétlenül szokott védeni, bár azért kap lehetőséget néha. Saka ott van úgyhogy ez tök jó. Itt van az Atlético Madrid Griezmannnal, nagyon szuper, majd utána pedig a Borussia Dortmund, az összes csapat minden le van licenszelve, teljes BL licensz miatt, ugye, majd a Celtic, a Barcelona, ez amúgy mekkora, na ez tetszik, látod? A Barcelonának a stadionját jelenleg szétbombázták. Már minden jó, ez most a mostani háborús helyzetekben nagyon dramaturgiailag nem túl megfelelő szó Szóval nem szétbombázták, hanem hogy szétszették, hiszen teljesen újat fog kapni. Egy óriási aréna lesz, még az eddiginél is nagyobb és modernebb aréna lesz a Barcelonának. Viszont addig ugye <laughs> az Estádio Olympic Louis Compagne stadionban játszik, remélem jól és az is van ott képen. Na ez viszont tényleg nagyon jó pofa. Majd utána itt van a Bayern München. Van itt nekünk úgy szintén megint a szászíróval, de ilyen interes szurkoló táboros résszel csinálták most meg. Ugye ugyanaz a stadionja az Internek, illetve az Ácsi Milánnak, itt is felsorolva, hogy mik vannak. Majd utána az FC Porto, kétszeres BL győztes, a Salzburg. Itt azért lehet figyelni olyan fiatalokat, akik majd később ugye még jobbak lehetnek, a Salzburg sok fiatal tehetséget adott már a foci világának. Majd utána a Sáktár, Donetsk, és itt is ugyanúgy figyeltek a stadion kérdésén, én nálam ez elég fontos, mert hülyén nézett volna ki, ha itt a Donetszki az is, na az szó szerint le van bombázva, hogy egy darabok azért hiányoznak a stadionból, tehát a Donyecki stadion lett volna benne, az gáz lett volna, hiszen nem ott játszák a meccseiket, így a Volspark Park van benne, ami így korrekt Oké, okay. majd utána a Union Berlin, akik úgy szinten átköltöztek egy nagyobb stadionba, hiszen nagyon pici a Union Berlinnek a stadionja, főleg a BL. Hogyha egy jó uh, meccset játszanak, azért sok ember kíváncsi rájuk. Hiába egy kisebb német csapat, ettől független a tábor ott van mögötte. Így egy nagyobb stadionba, az uh, berlini olimpiai stadionba, ugye a Hertának is ez az arénája. Itt játszák a hazai meccsüket. Majd utána a Feyenoord. Van itt egy uh, a Celsda, nagyon szuper. Majd utána a Manchester City, egy Old Trafford, Manchester United, és itt is megvannak az átigazolások, azokat nézem, ott van Rasmus Højlund tehát ezek is teljesen rendben vannak, ennek azért tényleg örülök. Majd utána a Newcastle, Alexander Iszákkal, majd utána pedig a PSG, itt is már meg van csinálva olyan szinten minden, hogy nincs ott Neymar, meg ilyenek, úgyhogy ez is, ez is azért rendben van így. Sőt, ahogy látom, Bappé sincs ott. Na, ezt most hogy hozták össze? Komolyan nincs ott Bappé? Ezt most nem nagyon értem. Fabian Ray Ugarte, Vintényel, Daniel Pérez, Szolár, igen, Dembé, Ramos, ez... Hol van Bappé? Öcsém, hol van Bappé? Szóval hogy össze? Na mindegy, uh, oké, okay. uh, Lipcse, itt magyarokat lehet gyűjteni, Gulácsi Péter, illetve Willi Orbán, mint a magyar, benne van, és lehet is bátran gyűjteni, ugye a Real madrid a fognak majd játszani, azért az izgi lesz. Van egy Lens, egy Real Madrid, illetőleg egy Sociedad, egy Sevilla, egy Benfica, ez pedig a Láció, és a vége felé egy Napoli, illetve egy Young Boys meg egy kőben, ha Galatasaray psv tovább. Nekem tetszenek ezek az oldalak, amúgy nem néznek ki rosszul, ilyen egyszerűek, de nagyszerűek. Royal, Antwerp és a Braga. Majd utána pedig, na ez már menő. UEFA Champions League Star Ball History. Tehát itt valami történelmi dolog lesz. Nem kell mindet beragasztani, hogy látszódik, hanem tényleg azokat, ahol ott a szám. Úgyhogy nem az összeset fogjuk az összes évet beragasztani, de jól néznek ki. Memories. De jól néz ki. Itt meccs jeleneteket kell konkrétan beragasztani. Mint mondjuk a Barcelona Manchester United 2010-11-ből, vagy mondjuk egy Newcastle bayern Leverkusen 2002-ből. Wow, ezek nagyon menők. Meg kiegészítő matricákkal megint találkozunk. Ez komolyan, amúgy, jól látom, vagy vibrál a szemem, hogy 729 matricánál tartunk. Azt a mindenit, hogy egy matricás album kigyűjtése is ekkora feladat legyen, de pedig erről van szó. Pedig erről van szó. 729 matrica, ahol tartunk. És itt pedig a szavazás a legjobb ikonok kapcsán. Wow a Tops Collectors oldalán lehet szavazni, és ez lesz a 740. a Fiatalok Bajnokok Ligája, amit megnyert az Alkamára 5-0-ra. 741. matrica, 741 matricát kell összesen kigyűjteni, jó, hogy nem ezret, de komolyan, ez nagyon durva, az eddigi legtartalmasabb bajnokok ligás album, hát ez az előzőeket se sikerült 100%-ra kigyűjteni, 90% fölött már nagyon-nagyon euh, parádézások voltak, hogy nem sikerült tovább mennem. Hát itt örülök, ha az 50-et elérem, ez nagyon nagy album, úgyhogy aki ezt gyűjti, az nagy fába vágja a fejszét, ám bár a tartalma miatt mégis érdemes lehet egy albumot beszerezni. Oké, okay, 8 matrica van egy csomagba, ez is nagyon érdekes, hogy nem 10, nem öt, mint korábban, hanem most egy ilyen 8-assal bementek a közepébe érdekes döntés. Ár az nincsen rajta, de azt hiszem ilyen 350 forint körül van egy csomag. Na nézzük, Mega Signings. Nem kiegészítő. Lehet sima csomagból nyitni. Korábbi években a Bajnokok Ligás maticákban volt a Tops oldalára egész olcsón rendelhető ö, ilyen kis ív, amit be tudtál ragasztani, de ez nem, ez nem az a kiegészítő ív, a Mega Signings az bizony nyitható. Gündogán van rajta, Raspadori, Christian Eriksen, Glácer, majd után André Silva, illetőleg itt pedig Romeo, és egy topsos, nagyon szép csillogós matrica. Super, ezeket majd a bontás után sorrendbe teszem, és akkor be fogjuk durrantani az albumba az összeset, de remélem nyitunk nagy játékosokat. Mint mondjuk ezt a Super striker, de akár gólképer is lehetne, Zsirú, majd utána egy Impact González, ez egy Szabu szaszburós kameri, és itt van a legendári momentes, úristen, de jól néz ki, egy régi mérkőzés, a Juventus Manchester United 2-3, ez hatalmas, ez nagyon-nagyon szép ez a matrice ezzel a képkeretes megoldással majd Diorsun, Julian Álvarez, illetve Kündokán, és egy Union Berlines logó, tehát így néz ki a logó, hogy oldalt is vannak grafikák, és középen akkor a csapatnak a logója. Teljesen jó. Newcastle United logó, majd utána egy Dortmund Zenit mérkőzés fotó, van itt egy Krunic, a következő pedig egy Trimmel, majd Medina, illetve egy David Neres, és a végére egy Evanilson, illetve egy Musiala. Nagyon-nagyon speciális, nagyon jól néznek ki ezek a csillogós matricák. A sírdet picit sajnálom, de annyi baj legyen. Super Striker, majd utána egy Goo Steel, a következő egy Abada, egy labda, egy Kievi labda a döntőről, Ocampos, majd utána egy <laughs> a Barcelona Interről sikerült Murinónak a befutását megörökíteni. Érdekes, érdekes. Mindenféleképpen. Zubkov, mint volt Fradi játékos a sáktárba, ez is érdekesség. Illetve egy Fenord csillogós matrica végére. Ezek a többit. Itt van egy Mega Signings ismét, Lucas Hernandez, majd utána egy Angelino, Ripcséből ugye elment a Galatasaraybe, egy Patrick, majd egy Christensen, egy Renildo, egy Gonzalo Ramos, egy Ben White, illetve a végére egy Mega Signings, Marcus Turán. Tehát így nézünk ki, ezeket szépen sorszám szerint összeválogatom, és akkor utána mindet beragasztjuk. Na meg vagyok, berendeztem itt a kártya, vagy matricákat sorrendben, úgyhogy már csak a ragasztás van hátra, úgyhogy nézzük is, akkor az egyes matricát szerencsés módon sikerült kinyitni, úgyhogy ez a topsnak a logója egy kis focistával, úgyhogy már teszem is, húha! Na, hogy kell ragasztani? Aha, nem a keret szélére kell ragasztani, ez már önmagában meglepetés, illetve nehéz így pontosan berakni. Ide sajnos nem sikerült a Team of the Season-ben nyitni semmit, és akkor nincs shield matrica, tehát egészbe kell levenni az egész matricát, és akkor ne a szélére ragasz, mert akkor teljesen el fog csúszni, bele kell találni a keret közepébe, megoldható, de ettől egy kicsit pontosabban kell, akkor így ragasztani, figyelni kell. Super striker, akkor az ide jön, akkor az nem az alsó, hiszen az az impact, hanem csak egy matrica valamilyen úton, módon, de kapott csillogós változatot. Jó, még beletettem a méldébe, kaptam néhány matricát, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönöm. Kedves Dániel barátomnak, úgyhogy nézzük is, akkor ezeket is bedobáljuk, így az arzenál, az kifejezetten korrektül fog kinézni. Mert hogy egész sok matricát be tudunk ide tenni, szám szerint hármat, öt csomag után szerintem ez jónak mondható a három itt a Next Gen játékos is alul. Megyünk át az Atlético Madridhoz, ide is jó sokat be tudok tenni, ám bár szerintem az a challenge nem fog összejönni, hogy minden csapatnál legyen egy matrica, ugye a konkurensériánál szériánál ez összejött, itt azért szerintem sokkal-sokkal nehezebb feladat lesz, ez még rengeteget, nagyon-nagyon sokat kell bontani, hogy ilyen magasságokba elérjek. Oké, okay, van itt egy 79-es Morata. Úgy. Az is sikerül, jó kis csillogós megoldással. Na, itt mi történt a Celticesnél? Ez egy rosszul kivágott matrica, és a Dortmund az nem is tudunk semmit se si tenni. 119-es én leszedem, de nem biztos, hogy ezt beragasztom. Hát ez így katasztrófán néz ki, ez egy nagyon-nagyon rosszul kivágott matrica. Én ezt, ezt nem szeretném berakni. Ez így, ez így katasztrófa, hogy ott a rosszul levágás. Úgyhogy sajnos a celtic így nem fogunk tudni betenni, ez már átlépi nálam a határt, hogy ez már nem megy albumba. Oké, okay, viszont van egy Krisztán zenünk, a Barcelonába is azért párat be tudunk tenni, 130-as. Az idejön jön alulra a kündogan, nagyon jó, és akkor van még egy romaus 135-ös, de a másik oldalra. Biztos jó fog kinézni, hogyha meg lesz egy teli csapat. Látatom, még nagyon messze vagyok. Oké, okay, ez a 214, ez nem tudom, hogy keveredett ide, viszont itt a 160-as, ami úgy szintén csillogós, és ez az impact matrica, ami ide jön alulra, úgyhogy ez is jól néz ki. Itt a kicsiben, majd nagyban, ugye a matricán lévő fotója van ugyanúgy az albumba nem erőltették meg magukat. 165-ös a Bastoni, tehát az Interhez is azért csak bemegy egy darab Evan Nilsson jön a Porto csapatához 195-tel. Több mint remek, és akkor jön a Salzburg. 200-as matrica. Ide is csomót be tudunk tenni, hiszen már indítunk a kapussal. De van itt egy, egy Super Strike 214-es csillogos matrica, és hoppá, ott jelzi, van ilyen, hogy First Edition, és a Salzburgban, amit mondtam nektek, hogy itt azért vannak ilyen nagyon fiatal játékosok, ahol sehol máshol nem volt még matricája, ehhez oda tartozik a First Edition szimbólum is. Lehet más csapatnál is van, de itt fedeztem fel most először, hogy kettő darab First Edition is van, úgyhogy ez tényleg jó amúgy. 208-as jön ide. A Salzburghoz tudunk betenni a legtöbbet, hiszen 210-essel még Szucsics is bejön, Úgyhogy ez így kifejezetten korrekt, hogy négy matrica is ott van. Itt a volt Fradis, Zubkov, 226-tal, és itt is van First Edition matrica a Sáktár Donetsknél. Egy darabot vélek felfedezni. Union Berlin csapatánál nem látok First Edition matricát, viszont itt van meg az első logó matrica, amit be tudok helyezni az albumba, és már bent is van én fektetett logó matrica most. 253-as, ez a David Fofana, majd utána pedig a trimmel a 2.44-jel jön ide mellé, csak a másik oldalra. Szuper! Na nézzük, fejenord, oda kettő megy, ráadásul az egyik ugye csillogós lesz, 2.72. Itt is van first edition, a fejenordnál is. Ez is több, mint remek, 2.74-jel, ez egy impact matrica. Ez pedig ide jön a jobb alsó sarokba. Oké? Okay. Na, ez pedig a Cvezda 276-ossal Glácer kapus. Hát ugye most izraeli származású a menedzserük, úgyhogy ez visszatükröződik a játékosokba is. Ez nagyjából olyan, mint amikor a Fradinak volt Rebrov, és akkor megszaporodtak az ukrán játékosok. Általában ez így szokott működni, hogy az edzők kihasználják a jó kapcsolatokat. Julian Alvarez, hát ez több mint remek, hogy pont ő sikerült kinyitni. Ez így nagyon szuper. Majd utána a 325-össel már a United-ba lapozunk bele. Az pedig Erikszen ide jön föntre. Így, így hogy, hogy Messi, illetve Ronaldo is eligazolt az európai fociból, tulajdonképpen nem nagyon lesz már matricájuk, se kártyájuk cserébe lehet aztán majd az arab ligásokat keresni, ha egyáltalán lesz ilyen, vagy az amerikai, ugye Amerikában van prémium széria a foci kapcsán, ott abba benne van messzi, és az is topsos. Ráadásul tops kiadás alatt fut, úgyhogy ott lehet próbálkozni ilyesmivel. Oké, okay, 358 as itt csak a nyugaszon, csak a logót tudtuk betenni, a PSG-n is van First Edition matrica, viszont továbbra se találom, Pappét, amit nem nagyon nem, nem, nem tudok mire vélni, nem tudták eldönteni, hogy eligazol, vagy mi történik vele. Ez így egészen szomorú képet fest. Vagy a matricás album készítői nem szeretik annyira. 366-os, és akkor van itt egy Medina. A Lipcsébe sajnos nem sikerült nyitni, és akkor itt van a First Edition matrica, itt is van, ugye. Osanos mez. Majd utána pedig rá Madrid 415-össel. Bellingham. Azaz. Majd 441-essel a Lipcsébel egy igazolt André Silva. Sociedadba került, hogy ott kapjon újabb lendületet. Nem jött be neki a Lipcsés karrier annyira, mint szerette volna. Ocampos majd utána David Neres, kifejezetten tehetséges ő is, a Benfica játékosa ugye. Úgyhogy ide is tudunk. A legtöbb csapathoz azért legalább egyet be tudunk tenni. Úgyhogy ennek örülök. 490 es jövünk ide alulra. És a játékos mellett még néhány statisztika is látható. 508-as. Ez nekem tetszik egyébként, hogy ott a név. Hiába nincs meg a matrica, láthatod, hogy kik fognak odajönni. Tehát nincsen ilyen uh, titkolózás, úgymond én ezt jobban csípem, mert ha nem is sikerül száz százalékra kigyűjtenem az albumot, azért nagyjából tudom, hogy kik vannak benne. Így is, még fotó nélkül, csak név alapján is. Ez egy csillogós matrica. Super Striker a Young Boys csapatából, majd utána pedig a Kopenhágai Köbenhanghoz látogatunk. 559-es az a Impact, de ez nagyon furcsa, hogy nem csillogós. Na ez egészen különleges. Angelinho a Galatához ment, úgyhogy itt is megtalálható. Majd utána pedig a PSV Eindhoven, ami hát tulajdonképpen uralja a holland bajnokságot, nem nagyon akad kihívóra. Alig kapnak gólt, szinte minden meccsen lőnek egy 2 3 minimum, úgyhogy nagyon-nagyon elkapták a fonalat, és jók is a játékosok, nagyon tehetséges fiatalok is vannak, illetve azért Luke de Jong meg ilyenek, tehát azért tapasztaltabbak is ott vannak, akik már látták a, a nagy focit, mert játszottak néhány BL meccset. Na, van itt a Royal Antwerp, ahhoz nem sikerül túl jó matricát ragasztanom, de aztán megvan. Oké, okay, labda, a 653-as, tehát ide nem is tudunk tenni semmit. Viszont egy labda került, tehát ez egy ilyen labdás oldal. Igen, mert hogy adid a sztárból, tehát ezt azért nagyjából kitaláltam volna Matica nélkül is, de így a fix. Szóval mindig a labdákat lehet ide beragasztani. Ez azért menő, mert akár 2001-ig visszamenőleg is megnézhetjük a labdákat, amik voltak ugye a Bajnokok ligába, Az ilyen kreatív dolgokat nagyon szeretem. Ezt tetszik 600. 68-as Mourinho beszaladása, úgyhogy azt is be tudjuk ragasztani. Ez se egyszerű beragasztani egyébként. 669, ez egyből mellé jön, Mukokó kapcsán. Úgy nagyon jó. Majd utána pedig egy 682, 1998-ból Roy Keane, aki ott gól örömködik. Nagyon jó, és akkor a Mega Signings matricák, ez a neonos old, ez nagyon jól néz ki. Meglepett ugye az, hogy nincsen semmiféle ilyen netről rendelhető kiegészítő, hanem ezt így ki lehet nyitni. Jó, és akkor 718-as, az pedig pont az előbb beragasztott melléjön, mellé jön. Úgyhogy ez is csúdi lasszú fog kinézni, hogyha majd sikerül az egészet kigyűjteni. Itt pedig a 720-as Lucas Hernández. Oké, okay. tehát így nézünk ki, ennyi lett volna ez a matricás-salbons megoldás, kár, hogy ide nem sikerült nyitni a végére. Egyébként még ezek vannak, ezeket is majd uh, szerintem beteszem, azokat majd valahogy leoperálom, de amiket bontottunk, megkaptam, azokat uh, szépen sikerült berakni. Itt mik vannak? Azt figyeld már, paralel matricák is vannak a szériában, jó, hogy nem mentem el emellett, azt figyeld. Van a First Edition matricából paralel, a First Edition Next Jamből is van paralel, 250-ig számozva, tehát számozott matricákat is lehet nyitni, gondolom ezeket nem is annyira érdemes beragasztani, hiszen beragasztatlan állapotában lehet eladni, és úgy nagyon értékes. Impactból viszont van arany verzió viszont ez nem számozott, ez tényleg arany változat, az kész. Van Wintergreen 299 250 per 199 per 150, 99, 50, 25, és a Platinum az 1 egy per 1-es matrica. Azt a mindenit, hogy mik vannak. Na jó, ez nagyon tetszik. Paralel matricákra akkor fel. Sok sikert nektek a vadászathoz. Benő lett volna belennyitunk nyitunk öt csomagból, nem jött össze, gondolom, hogy eléggé ritkák, de hát a TOPSA szeret ilyenekkel bűvészkedni. Legközelebb találkozunk a következő videóban, addig is, sziasztok!